6 éves kihagyás után a Nemzetközi Cselgáns Szövetség visszatért a judo egyik fellegvárába. A brazil Catherine Nascimento felkészülten várta az 57 kg alatti súlycsoport döntőjét. Ellenfele a kétszeres brit érmes Nekoda Smith Davis volt. Smith Davis egy kétfogásos oszatogarival támadott, és végül nyomatékos iponnal nyert. Megkérdeztük dobásáról. Többször próbálkoztam meccs közben, de nem sikerült. Aztán egy adott pillanatban, ugyanúgy, mint máskor, újra megkíséreltem, de még nem tudtam, hogy ez egy ipon. Az ellenfelem ugyanis talpra állt, én meg nem tudtam, hogy ipon lette. A bíróra néztem, aki megadta az ipont. A feladat teljesítve. A 60 kg-osok súlycsoportjában a viszonylag ismeretlen Alan Kuwabara, a világranglista 202. helyezettje, karrierje vitathatatlanul legjobb napját élte meg. A döntőben honfitársával, a tapasztalt Erik Takabatekeval találkozott, aki a világranglista 11. helyén áll. Szoros meccsen győzte le, és ezzel megszerezte első nemzetközi aranyát. Tudtam, hogy nehéz verseny lesz, és azt is tudtam, hogy a világ legjobb versenyzőivel találkozom. Megpróbáltam a legjobbat kihozni magamból. Ki tudja, lehet, hogy a következő versenyen kiemelt leszek. Az érme Silvio Acacio Borges, a brazil cselgáns szövetség elnöke adta át. A 48 kg alatti súlycsoportban a brazil Gabriela Chibanának az volt az álma, hogy megörvendeztesse a hazai közönséget. Ellenfelének, a portugál Catarina Costának más volt az elképzelése. Egy vazerival legyűrte ellenfelét, és ezzel megszerezte első nemzetközi titulusát. Az érmet Leandro Cruz, a brazil sport és szabadidő államtitkár nyújtotta át. A 66 kg alatti súlycsoportban a hazai Daniel Cargnin az olasz Manuel Lombardoval mérte össze az erejét. Egy alacsony Seoi Otosi elég volt a brazil számára ahhoz, hogy igazolja a két versenyző közötti különbséget. Ezzel megszerezte első aranyát egy nemzetközi Grand Slamen. Az érmes João Derli, a Nemzetközi Cselgáns Szövetség nagykövete, a brazil parlament képviselője, kétszeres judo világbajnok adta át. Az 52 kg alatti súlycsoportban az olasz Giuffrida kihasználta az alkalmat és brazil ellenfele meghiúsult támadását. Egy nevazával véget vetett a küzdelemnek, és ezzel megszerezte második Grand Slam címét. Még egy sikeres verseny az olasz számára Brazíliában, a Riói olimpián, ugyanis ezüstérmes volt 2016-ban. A napdobása az olimpiai bajnok orosz Mudranovhoz kötődik, aki egy látványos uranaget írt el a nyitó mérkőzésen az olasz Matteo Medves ellen.